Sziasztok! Hát már megint december van. El sem hiszem, hogy milyen gyorsan repül az idő, még nemrég vettem fel a tavalyi karácsonyi nyereményjátékos videót. A 2022-es év számomra abszolút az aratásról szólt, az elmúlt 5 év kitartó munkájának beért a gyümölcse, és az idején volt az első, amikor azt éreztem, hogy elértem mindent, amit szerettem volna elérni eddig, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a következő év. A mai videó már hagyománnyá vált az elmúlt évek során a csatornán, és idén is szeretnék 3 személyt közületek megajándékozni, fejenként 10.000 forint értékű ajándékkal. És hogy emlékeztek rá, akkor tavaly megkeresett egy Péter nevű úriember, hogy szeretne ő is részt venni ebben a projektben, és nem olyan régen írt megint, hogy ha idén is lesz, akkor idén is felajánlja, hogy 3 további személyt ő is megajándékoz. Úgyhogy összesen 6 személyt tudunk idén megajándékozni, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, Péter, hogy idén is részt veszel ebben a projektben. Ahhoz, hogy a nyereményjáték rátok is vonatkozzon, csak annyit kell tenni, hogy a csillahajas@hotmail.com e-mail címre küldtök egy e-mailt, amiben megírjátok nekem, hogy milyen tartalmakat szeretnétek jövőre a csatornán látni, illetve írjátok meg nekem a kedvenc vicceteket. Nagyon kevés jó viccet olvastam mostanában, úgyhogy nagyon szívesen olvasnék néhány nagyon jót. És persze azt is írjátok meg, hogy mit szeretnétek karácsonyra kapni. December 18-án, azaz vasárnap fogok sorsolni, hogy még esélye legyen az ajándéknak megérkezni szenteste a karácsonyfa alá. Ennyi az összes teendő, ezen kívül semmi más nem kell csinálni. A mai vlog az igazából nem is egy vlog, hanem csak egy közérdekű közlemény, de azért remélem elnéztek nekem. Ennyi volt, amit szerettem volna megosztani veletek. Sok sikert kívánok mindenkinek, és várom a leveleket. Sziasztok!